Szevasztok! Kijött a tavasz, megérkezett a jó idő, a tél alatt. Itt a beigli, megnőttem. Na, csomó téma van, gyerekek, először szeretném megmutatni az időt. Most biztos, hogy megöllek. Flegma, a másik meg. Kezdeném a... azzal a bulival, hogy Angliában volt egy két nehéz hónap, de hát apunak a kezei még mindig szarok. Ez az egyik, a másik meg kiemelnék most két embert. És ilyen rövid idő alatt. Megígértem nekik, Dick. Beszélni meg majd megtanulok. Ügyes fickó. Nem baj, szar a kéz, beszélni nem tud, de szökik a mána. Mondtál valamit, csücsörikém? Szóval az első, Next Martin. Beszéltem már vele, ezt eléggé jó nyomja a gyerek, még szállító lett. Mit érdekel az téged? Vágjátok, viszik a ne énekelj, mert szájba váglatna. Még énekel a szomszéd. Azt kilövök neki egy könyököst az óra, meg gázol kifele. Szóval Next Martin, ő most szállító lett. Mit érdekel az téged? Nagy király, úgyhogy béke neked, tesó. Nekem nem kell szállítónak lenni. Alvilág. Maguk mit gondolnak? Születésétől fogva hibbant, vagy a körülmények tették azzá? A másik ember, akit kiemelnék, Aknaimi barátom. Nagyon nagy figura, ő nagy rajongom, úgyhogy... Imikém, tudod? Elszabadul, vége. Pusztít ez a láb. Ostor ez a láb. Te? Más figurát is tudnak ezek a Fred Asztéri láb? Ostor, csattad. Bum! A másik, kijött a tavasz gyerekek, volt két hónap nagyon kutya idő. Rendkívüli. Január, február nagyon csendes volt. Á, gyerekek, már azt hittem belefutok egy leütésesbe. Azt itt kifosztom egészet. Kemény lett volna, mentem volna Londonba azt. Nézd meg, várjatok, átmegy, de most... Mondtál valamit? Mi van?